Még hétfőn közölték a fehérvári lecsófőző vígasság szervezői, hogy mivel esőt jósolnak a hétvégére, elképzelhető, hogy a programot egy héttel elhalasztják. Nem is kellett sokat várni a bejelentésre, szerdán kiderült, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt a fehérvári lecsófőző vígasságot a meghirdetett esőnapon, szeptember 21-én rendezik meg. Gruber Nóra, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ kommunikációs munkatársa elmondta, már az elejétől két időponttal készültek, így folyamatosan nyomon követték az időjárás előrejelzéseket. Tulajdonképpen már az elejétől kezdve úgy készültünk a lecsófőző vigasságra, a meghirdetéstől kezdve a regisztrációs időszakon végig, hogy az eredeti időpont szeptember 14-e, amennyiben esni fog az eső, esőnappal készülünk szeptember 21-ére, ugye így is lett meghirdetve, a regisztrációs felületen is fel volt tüntetve, általános szerződési feltételeket mindenki elfogadta, aki regisztrált és befizette a főzőhelyet. Árát. Gruber Nóra kiemelte, a szervezők abban az esetben térítik vissza a befizetett részvételi díjat, amennyiben a rendezvény az esőnapon nem valósul meg. Hozzátette, jövő szombaton változatlan programokkal várják a résztvevőket. 21-én több mint 300 főzővel várjuk ezt a fantasztikus lecsófőző vigasságot, amikor semmilyen programunk nem marad el és nem változik, mindent ugyanúgy tervezünk és megtartunk, velünk lesznek ugyanúgy a zsűritagok, ugyanúgy a színpadi programok, ugyanúgy az utcazenészek, lelkesek, készül mindenki, és várjuk, és bízunk abban, hogy 21-én egy fantasztikus napot tudunk együtt tölteni Székesfehérvár lakóival. A kommunikációs munkatárs úgy fogalmazott, abban az esetben, ha szeptember 21-én is rossz idő lesz, és azt a döntést hozzák a szervezők, illetve a városvezetés, hogy akkor sem tudják megtartani az eseményt, akkor arról további tájékoztatást adnak majd.